A Máté-Szalkai vállalkozások fél évente összejönnek és megvitatják az elmúlt időszak problémáit, valamint beszámolnak az eredményekről és a tervekről. Idén 7. alkalommal szervezte meg az önkormányzat a vállalkozók vacsoráját. A városvezetésnek fontos a jó kapcsolat megtartása és ápolása a helyi gazdasági szereplőkkel. Mint vallják, nélkülük nincs sikeres város. Hiába vannak a pályázataink, amelyiknek nagyon örülünk, és ez biztosítja a fejlődésünk dinamikáját, de ez a fejlődés nem lehet fenntartható, hogyha nincsenek folyamatosan, sikeresen működő vállalkozások, akikre mindig számíthatunk, akivel támogatjuk egymást, és akivel közösek a céljaink. Együtt dolgozunk azon, hogy a munkavállalóknak még vonzóbb legyen Máté-Szalka fényvárosa, és hogy az itt élők minél jobb életminőségben élhessenek városunkban. Az önkormányzat és a vállalkozások között régóta rugalmas és eredményes az együttműködés, így tudták átvészelni a Covidot, az energiaválságot és a jelenleg is tartó orosz-ukrán háborúval együtt járó nehézségeket. A vacsora hagyományainak megfelelően ezen cégek kreativitását és alkalmazkodó képességét is díjazták a kiváló vállalkozó címmel. Az egyiket egy vendéglátóegység kapta. Vannak olyan emberek, akiknek segítünk nap mint nap, oda jönnek és ételt adunk nekik. Nem rossz ételt, hanem ami megmarad aznap étel. Egyháznak ajánljuk fel az ételt, ami megmarad minden nap. Ezt próbáltam mindig titokban tartani, azért, nem azért csinálom, mert csináljuk, hogy ezzel többek legyünk, hanem van egy egyszerű történetem ennek a, ez mögött. Mikor elkezdtük ezt a vendéglátóegységet, én nagyon hiszek Istenben, és megkértem egy papot, hogy szentelje fel ezt a helyet, és ő felszentelt, és akkor vége volt az egész szentelésnek. Félrehívott, és még mondta, annyit szeretne mondani, hogy ezt mindig tanuljam meg, hogy az az ember kap az életben, aki ad. A másik díjazott szintén az élelmiszeripar területén dolgozik. Ők azt vallják, a siker titka, a sok munka és a hit. A jövőre nézve továbbra is szeretnénk nem csak népszerűsíteni, mert per pillanat még a népszerűsítés stádiumában vannak ezek a kenyerek, vagy nem csak kenyerek, péktermékek, amelyek naturálisak, és teljesen természetes alapanyagokkal, még az élesztőt is elhagyva. Tehát az én célom az, hogy 100%-ba átfordítsam a termelést ebbe az irányba. Már most kaptam az évet itt a kollégáktól, hogy jó, hogy az a vadkovászos, de az az igazi fehér kenyér, amit a régi fénykorban, vagy nem tudom, hogy nevezzem, megszoktunk, a szép, felfújt fehér, azért a zsíros kenyérnek mi azt szeretjük. Na most egy cégvezető döntse el, hogy most engedjem el azt a részleget, és csak a naturális irányába menjek, vagy mit indokol a gazdaság, vagy a gazdasági helyzet. A vállalkozói vacsorán az önkormányzat is beszámolt az előző év sikeres beruházásairól, ezek főként a közösségi terek fejlesztését célozták meg. A városunk történelmi főutcáját, a Kossuth utcának a infrastruktúrális beruházására két viszonylag nagy pályázatot tudtunk elnyerni. Magyar kormány jóvoltából a Fény utcájának kialakítását létrehoztuk, és természetesen az ott lévő épületek felújítására is sor került, és sor kerül a következőkben. Ennek kapcsán ugye megújult a Szalkai mozi, ami most már Czukor Adolf filmszínházként egy két termes multiplexes mozi, és nem csak hogy a mozi szórakoztatja és kellemes időtöltésre készteti az itteni és a környékbeli embereket, hanem már ugye nem csak a környékben, hanem országosan, illetve nemzetközi hírnévre is igyekeztünk szertenni, és a nemzetközi filmfesztivált sikerült megrendeznünk az elmúlt évben. De ezek mellett felújították például a kávéházat, és két körforgalommal is gazdagodott Máté-Szalka.